regényes történelem. Évet, ahol az átkelést végrehajtották, magyar révnek nevezték el. Azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hét magyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a felhévizekig. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, minden vitézével együtt bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat, egyeseket földig romban, másokat nem, és fölötte csodálták mindazt a kőépületeket. Anonymus Gesta Hungarorumából idéztünk, az általa leírt helyszín, ahol Árpád és vezérei bevonultak Attila városába, állítólag az a bizonyos ősi város a Duna partján, amelyről nem csak a magyar, de nyugati krónikások is írnak, több középkori térképen meg is jelölik. Sőt, a francia hagyomány szerint a trójai eredetű frankok alapították. Többek szerint a helyén épülhetett fel az árpádkori, vagyis ősi Buda, ám hogy hol lehetett, vagy egyáltalán létezette, a mai napig vitatott. Köszöntöm Önöket, Forrai Mária Melinda vagyok. Mai műsorunkban Szikambriát keressük. Szikambria legkorábbi említése a 6. századból való, az ókeresztény püspök Túri Szent Gergely ír arról, hogy a frank nép trójai eredetű, ősi lakhelyük pedig Pannónia. Alig 100 évvel később a francia Gesta Regnum Francorum ismeretlen szerzője is úgy vélekedik, hogy ezek a trójai eredetű frankok Pannónia határánál várost alapítottak, amelyet saját magukról Szikambriának neveztek el. Kézai Simon magyar krónikás szerint Attilának Szikambriában, németül Ecilburgban volt fontos központja, sőt itt is temették el. A városról a középkorban Olá Miklós, Túróci János és Antonio Bonfini is ír. Természetesen már régóta és sokan keresik Szikambria nyomait. Közülük az egyik legismertebb Sashegyi Sándor, aki szerint a mai Pomász területén volt. Noszlopi német Péter topográfus viszont Pilismarót környékén kereste. Az utóbbi években néhányan a Pilis északi részén, a Dunakanyar közelében, mások pedig a fővárostól kissé északra keresnek, és találnak különböző romokat. A kutatók egy valamiben megegyeznek. A legkorábbi árpádkori Buda ott volt, ahol korábban Szikambria, de ez nem azonos azzal a helyjel, ahol a mostani Óbuda található. Mielőtt bemutatnánk három Budapest környéki kutatási helyszínt, hallgassuk meg, hogyan ír Antonio Bonfini, humanista író, Szikambriáról. Óbuda fölött, a Duna ugyanazon partján most egy ősrégi város nyomai láthatók, és hatalmas kerületű falak tárulnak fel. A maiak Szikambriának nevezik a szikamberekről, Germánia távoli népéről, mert maga e város egykor a germániai Szikamber kisegítő légióról kapta a nevét. Itt Óbudán Mátyás király idejében kiástak egy követ, amikor Beatrix királyné templomának az alapjait megvetették, ezzel a felirattal: a szikamberek ide őrségül helyezett légiója építette a várost, amelyet a saját nevéről Szikambriának nevezette. Tamáska Péter kutató szerint a Nagykevény nyugati oldalán, pontosabban annak előhegyén volt Szikambria. A Solymári várból éppen oda láttunk. A Fehérhegyen volt Buda Szikambria vára, ugye a szikamber trójaiak itt építették fel a városukat, várukat, utána Attila ugyanebbe a területre helyezte át székhelyét, és utána Attila gyomdokába jött Árpád, aki szintén ezeket a romokat találta meg a Fehérhegy tetején, és alatta Attila városát. Találta ott valamit, ami alátámasztja, hogy ott egy vár állt? A hegyen semmit nem találtam, de ugyanakkor
találtam egy hatalmas kövekkel kirakott utat. Ugye először azt hittem, hogy ez egy megerősített út. 14 méter széles volt. Na de kiderült, hogy ez nem is út, egy fal. Több embert hívtam a Hadtörténeti Múzeumból, régészeket. Úgy néz ki, hogy ez egy ismert falépítési módszer. És hol van ez a fal konkrétan? Ez szépen ezen a gerincen, a vártól. Tehát a Fehérhegy gerincen. Fehér gerincén megy le, Pilisboros a... Jenő felé. Odáig kimutatható. Tovább utána már nem nagyon látszik. És mi lehetett ez? Itt volt a központ, tehát itt azért nem csak a vár volt, szerintem itt még akár több épület is lehetett, templomok, katedrálisok. Nem olyan jellegű volt, mint itt lent a hegy alatt a város, tehát nem város volt, de hát a királyi központ itt volt, valószínűleg a védelem. De ez külső nagyon fala. Régi, tehát ez nem középkori fal. Tehát mondjuk Szikambriának a külső hát, fal része? Hogyne, az egyik része. Hát ez az, amit Bonfini látott, amikor ő kereste a római köveket, és ő mondta, hogy itt még látható a Szikambria fal. Tehát tulajdonképpen Attila városa a hegytől északra van, a volt Óbudasz pedig felé nyugatra. Egy kicsit délebre, Békásmegyer és Csillaghegy határán, a Rókahegyen kutat Egyed Zoltán. Középkori metszetek és oklevelek alapján térinformatikai módszerekkel dolgozik, évek óta újabb és újabb romokat talál, amelyeket sorban azonosít is. Úgy véli, itt az egykori Szikambria területén épült Buda, de itt lehetett később az óbudai prépostság és a Klarissza apácák malma is. Ide másztunk fel egyik kutatótársával, Varga Lászlóval, Csillaghegytől a piros jelzési úton a Rókahegyre. A Rókahegy Duna felüli oldalába értünk föl. Pár perccel ezelőtt letértünk a turistaösvényről, tehát keresztül mentünk az erdőn, és ide érkeztünk egy lépcsőhöz. Megszámolom, 7 lépcsőfokból álló, körülbelül 1 méter, vagy talán egy kicsit szélesebb kőből épített lépcsőfokok. Le is megyek rajta. És leértem egy ilyen hosszúkás, olyan, mint egy folyosó. Szemben pedig újra föl lehet menni a falra. Tulajdonképpen nem tudom, mi lehetett ez. Szerintünk ez itt a Klarisszák malma. De az a másik fal, ami a lépcsővel szemben van, a kis árokkal szemben, az viszont elég vastag fal lehetett. Felmegyek vissza a falra. Ez több méter széles. A Klarisszák malma, illetve a prépostság, az hogyan kapcsolódik Szikambria legendájához? Itt jöttek át Árpádék, itt volt Megyer, elvileg ez volt Noé hegye, és itt volt egy szakrális központ, egy vallási központ. Ezért van itt egy helyben minden, Szikambriában volt Buda. Tehát most arra gondol, hogy amit Anonymus leír, hogy Árpádék átjöttek a megyeri réven, akkor ez Békás megyet jelenteni, és ugye megérkeztek Anonymus szerint Attila városába, ami igen, a régi Szikambria helyén épült föl. A Klarisszák malma az egy jóval későbbi építmény a igen, középkorban, de hogy tulajdonképpen a hajdani Szikambriára épült. Igen, mert Szikambria az egy nagy terület, abban benne van Fehéregyháza, benne van Óbuda. Tehát akkor ez azt jelenteni, hogy a régi Óbuda az nem az az Óbuda lenne, amit mi most annak ismerünk, ami ugye ott az Árpád híd környékénél nem van, hanem akkor attól jóval északabbra attól lehetett, jóval északabbra. Itt Csillaghegy-Békásmegyer környékén. Igen. A környék tele van a régi korok nyomaival, tovább a hegyen felfelé átvágva magunkat a sűrű bozóton, az egyik körbástyához érkeztünk. Lejöttünk egy elég meredek kőösvényen, és akkor mit láthatunk itt? Itt a körbástya alatt vannak csapolt kövek. Tehát ha, az mit jelent? Hát az, hogy a mészköveket lecsapolták, hogy egy vasdarabot tettek a két kőhöz, hogy fogja egymást, mindjárt fel is emelek egyet, mutatok igen, egy-kettőt. Igen, ezt akartam kérni. Mészkőben van látom, egy vájat, ami meg van csapolva. És ezek ilyen nagy kövek, és faragott. Igen, ez látszik, hogy téglalap egyébként óriási nagy, tehát szerintem én nem tudnám megmozdítani sem. Faragott, és ez is, tehát téglalap alapú, rengeteg van, csak itt. Kicsit bemegyünk itt a bozótosba, akkor tele van ilyen kövekkel. Körbástya alatt, csak így kapásból megszámolunk 5 hatalmas követ. Innen kisé északabbra a Nagykevély keleti oldalán, illetve annak előhegyén több mint 10 éve kutat Lánszky Imre ökológus. Hatalmas területen várra utaló nyomokat, illetve romokat talált, nemrég valami újat fedezett fel. Egy meredek hegyoldalon ereszkedtünk le ide. Úgy gondolom, hogy
A Szikambria, mint létező település vagy városállam, az létező valóság volt. A hegy homokkő. Annak a keleti oldalán van egy forrásvízi mészkőbány, ami a hőforrás tevékenység következtében alakult ki. Korát tekintve ugye a forrásvízi mészkő a legfiatalabb, 50-21 millió éves. A homokkő, amit itt látunk fönn a szürkésbarna zöldes mohával borított kövek, ezeknek a kora a Pannon tengerhez kötődik, Pannon üledékes kőzet. Hát ennek a kora olyan 40-60 millió év vagy attól picivel idősebbek, és amit itt látunk fehér köveket, a dachsteini mészkő, azok több mint 200 millió éves. Ez a mészkőtömb tulajdonképpen szerves része a Pilisnek, és ide legközelebb a Kevélyek csúcsa és annak a nyugati oldala hordozza a felszín alatt ezt a kőzetet. És amit látunk itt, a homokkövek alatt kikandikálva óriási méretű mészkő darabok vannak, ott lehet látni a forogás nyomát azon a kövön. Olyan, mint hogyha itt levésték volna. Nagyon primitíven megmunkált kövek ezek. Úgy gondolom, hogy jóval a római kort megelőző időben csinálhatták, mert a római korban már azért elég jó technika volt arra, hogy ebből kőből szabályos hasábformát vagy téglates formát tudjanak faragni, és azért lepültem meg, mert lehet is látni, hogy itt a fal erre épült rá. Ami fönn van, az a hegynek a köve, ez a fehér kőzet, ide hordott hatalmas mészkőtömb. Tehát akkor valakik ezt idehordták, és építettek belőle egy várat. Akkor is a kétféle kőből, vagy a homokkövet később építették rá már mások? A homokkövet később építették rá mások. Korban ez megelőzte a később rá épített homokkövet. És ha korban megelőzte, akkor ez itt lehetett Szikambria várfala? Én úgy gondolom, hogy igen. Az, hogy a rómaiak is használták, abban bizonyos vagyok. Természetesen Buda volt az utolsó stáció, utolsó stádium, az ősi Buda, úgy mondom én, nem ős Budának, mert az egy eléggé fura kifejezés. A honfoglalás utáni, vagy a hun pusztulás utáni időszakban ezt nevezhették Budavárának is, Etelevárának, Eciburnak. Legesleg utoljára tulajdonképpen a német nevezéktán az Altó fenn maradt fel. Az eddigiekből is kiderült, hogy ha Szikambriáról beszélünk, nem hagyhatjuk ki az ősi, vagyis Árpád-kori Budát, Óbudát és Attila, vagy más néven Etele városát, németül Ecélburgot sem, ugyanis úgy tűnik, ezek ugyanannak a városnak a különböző nevei. De vajon hol lehetett? És kinek van igaza? És hogyan lett ennek a városnak Buda a neve? Hallgassuk meg, mit ír erről a 15. századi történetíró Túróci János a Magyarok Krónikája című művében. Meghallotta Attila király, hogy a rómaiak és a gótok ismét egyesítik haderejüket és fegyveres sereget szerveznek ellene. Félt, hogy bekerítik, és tudta, hogy katonasága a nagyvállalkozásokba már belefáradt. Ezért sietve elhagyta a galliai vidéket és Pannóniába jött. Szikambriába érve bevádolták neki testvérét Budát, hogy a ráruházott kormányzói tisztség határait túllépte, és távollétében bitorolni akarta a királyi hatalmat. A súlyos vádakat bizonyította Attila szemében az is, hogy Szikambriát Buda a saját nevéről Budavárának neveztette, pedig Attila távozásakor elrendelte, hogy Attila városának nevezzék. Ezért Attila király cselszövő testvérét elfogadta, saját kezűleg megölte, és holttestét a Dunába dobatta. Megölése után Attila király ismét szorgalmazta, és újból elrendelte, hogy Szikambria városát nem másként, hanem Attila városának kell nevezni. A hunok, vagyis a magyarok ezt a rendelkezést nem tartották meg, és Budavárának nevezték, és mind a mai napig Óbudának nevezik ezt a várost. A németek azonban nem merték megszegni a király rendelkezését, és tőle való féltükben Ecélburgnak, azaz Attila városának nevezték a várost, és ma is annak nevezik. Szikambria tehát létezett is, meg nem is. Legalábbis itt tartunk most. Minden esetre úgy vélem, talán érdemes kissé nagyobb figyelmet fordítani azoknak a romoknak, maradványoknak, amelyeket a most különböző helyszíneken kutatók találnak, hiszen bármik is azok, csak történelmünket gazdagítják. Derüljön ki róluk az igazság.